beszélgetése a képregényfilmekkel kapcsolatban. Megkérem majd a srácokat, hogy mutatkozzanak be és mondják el a kötődésüket a képregényfilmek terén. Rajongók, illetve kritikusok és bloggerek ülnek veletek szemben, és akkor a Intercom megbízásából jelenlévő kedves kolléga pedig néhány közelgő információt fog megosztani veletek arról, hogy a közelgő, az Intercom által forgalmazott képregényfilmeknek a premier dátumai hogyan is alakulnak. És akkor át is adnám a telepet a srácoknak. Sziasztok! Pincés Ádám vagyok az Intercom-tól. Annyit szeretnék közölni, hogy május 12-ig lett volna a háború a vámpírok ellen című háromdimenziós képregényfilmünk, amit át lett rakva június 9-ei időpontra. Ez friss információ, illetve az X-Men az első című film június 2-án érkezik, és a Zöld Lámpás 3D az pedig augusztus 11-én érkezik a mi forgalmazásunkban. Itt vannak plakátok, amiket majd így akarok ragasztani a beszélgetés alatt, majd ha kapunk szállószatok, azt megoldom. Úgyhogy ezek voltak az érdekli információk, és most hallgassuk a kollégákat. Jó szórakozást! Akkor mutatkozunk be szerintem, mert ugye Csaba vagyok a Blitz.hu írója. Röviden. Nagyon röviden. Kovács Zoltán. Én még írónak vagyok. Én csak kommentelni szoktam nagyon sűrűn a filmről egy blognál, úgyhogy van meg értem, hogy megyek. Én meg Forgács András vagyok, szintén Blitz.hu szerzőt. Képregényfilmek. Nem tudom, szerintem évente minimum kettő vagy három darab ilyen beszélgetés szokott lenni képregényfilm tárgykörben, ez az elmúlt 10 évben, minden évben van legalább 5 vagy 6. Mit lehet erről még elmondani, ami eddig nem hangzott el, Csabi? Te láttad meg a tolt például. A decemberi Humorokomixon is volt egy ilyen beszélgetés. Pont ugyanez ezzel a témával a 2010 és 2011 képregényfilmjei. Akik ott voltunk, a Bosszú Feri, meg a Szűzsi Jola, meg én, mi elmondtunk a gondolatokat, úgyhogy szerintem most akkor kezdjétek ti. Szép passzolás. Most beszéljen a nézőinkkel, mert kritikusokat eleget lehet hallgatni, meg olvasni. Mi volt az utolsó így neked képregényfilm szerint? A Tor. Nagyon jó. Teljesen jó, kurás téma. Neked mi a véleményed az elmúlt szűk két évben, hogy történt-e bármilyen változás képregényfilm fronton? Igen, rossz változás. Most beszéltetek ti róla, most olvastam nálatok a 3D-sítést, és hát a Tor szempontjából azt kell... Ezt te írtam, Csabi, nem? Hogy az nagyon ül, mert hogy a Tort, amikor ma megnéztük, hát a 3D néha levettem a szemet, hogy van egy különbség, és ennyi, ha nincs értem a szemet, akkor halványabb, vagy homályosabb. De maga a 3D-ben semmit nem tett hozzá, hogy nem a történetben. És hát ahogy kinéz a helyzet, idén, ami megjelenik képregényfilm, azt meg is próbáljuk megerőszakolni ezzel a 3D-vel. És... Mondjuk ez nem képregényfilmes tendencia, hanem úgy nem, így, általában még a Hollywoodi, meg a filmeknek a tendenciája, mi az Avatar óta főleg. Sokan vannak, nincsenek eleget. Képregényfilmek, lehetne még mindig többet csinálni. Idén nyáron jó alapjuk általában, biztos. És egy mi a tanulság, hogy más egy képregényfilm, mint mondjuk egy nem képregényfilm? Ez most lehet, hogy hülye hangzik a kérdés, de hogy mennyiben tudja a képregénynek a hangulatát, meg annak a világát átadni egy filmadaptáció? Hogy érzed, hogy ebben az elmúlt időszakban volt-e változás, amit láttál ember érdekes megoldást? Ugye kinézi meg a képregényfilmet, amin el szoktunk gondolkodni mindannyian, és az elsősorban ugye a rajongók meg készítik, akik úgyis húzni fogják a szájukat, mert ugyanolyat nem tudnak visszaadni természetesen. Na most attól, hogy árukapcsolásként ez a képregények eladásának szállat, vagy a képregények ismertségét növelni, ezt nem mutatják a statisztikát. Tehát amik a statisztikát én olvastam, abból nem láttam volna, hogy hatalmas előterésnek képregény eladás szempontjából, vagy akár ismertség szempontjából. Úgyhogy, hogy egyáltalán kell-e képregényfilm, vagy nem kell-e képregényfilm, az biztos, hogy egy biztos befektetés. Tehát ha szigorúan csak a Don Corleone és fél dolgokat nézzük, akkor pénzmosásnak tökéletes, mert hogy azt biztos, hogy visszahozza, amit belefektetnek, tehát ezzel bukni nem lehet. Igazából... Nem lehet.
nem. Volt mellett példa. De egyébként azt tudtam ezt hozzáfűzni, hogy nem elsősorban a képregényrajongóknak készülnek az a filmek. Nyilván egy nagy közönségnek készülnek, hát egy ilyen 150-200 milliós költségvetésű filmek nem annak a szűkebb rétegnek forgatnak, aki a képregényeket veszik, hanem a nagy közönségnek. Akinek a szempontjából nem hiszem, hogy akik nem ismerik a képregényeket, nem hiszem, hogy az ő szempontjából túl sok különbség van eleve a nagy nyári filmek közt, hogy most az Thor, vagy Avatar, vagy Harry Potter, vagy X-Men, vagy akármi.